5 kilónként lecsomagolt összesen 1 tonnányi lisztet ajánlottak fel a Dunamenti Polgári Egyesület tagjai. Az őrölt gabona olyan családokhoz került, ahol örökbefogadott gyerekeket nevelnek. A piskotától a mézes kalács, meg a buktáig, a mézes kalácsot azt minden évben hagyományként megcsinálunk, több tepszivel viszik iskolába, meg az oviba. Nálunk minden sütit nagyon szeretnek. Kovácsné Pintér Erzsébet és a férje 8 saját és 7 örökbefogadott gyereket nevel. Nekik karácsony előtt igazán jól jött a süteményekhez nélkülözhetetlen lisztadomány. A felajánlása a Szent Ágot a gyermekvédelmi szolgáltatón keresztül jutott el a családhoz. Ők olyan nehéz sorsú fiatalokkal foglalkoznak, akiket önkéntes nevelőszülők fogadtak örökbe. Nem csak a tárgyasult adomány az, ami nagyon fontos a számunkra, hanem az a figyelem, mint a Dunamenti Egyesület részünkre is képviselő úr a figyelmet fordít, tehát látnak bennünket, figyelnek ránk, ez egy nagyobb ajándék és öröm számunkra. A most átadott 1 tonna liszthez korábban a magyarok kenyere során jutott hozzá a Dunamenti Polgári Egyesület. Akkor Horváth István a közösség fővédnöke, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője kezdeményezte, hogy továbbítsák azt igazán rászorulóknak. Szerintem ez az egyik legnagyszerűbb és legnemesebb munka, és keveset beszélünk erről a nemes emberi dologról, de viszont ahol sok gyerek van, ott mindig elkér az adomány, hiszen ott nagycsaládosként sok gyermekre kell főzni, sok gyereket kell ellátni. A Dunamenti Polgári Egyesület elnök azt mondja, jó szívvel ajánlották fel a lisztet, hiszen megalakulásukkor azt vállalták, hogy a közösségekért dolgoznak majd. Egyesületünk azzal a céllal jött létre, hogy a térségben különböző szolgáltatásokat végezzen, rendezvényeket tartson, ugye elsősorban nem önmagának a tagok részére, hanem a széles nagy közönség számára. A most átadott 1 tonna lisztből közel 150 nevelőszülőknél élő gyermek karácsonya lehet szebb.